Jó eséllyel indult a hevesi versenyző a 10. nemzeti vágtán. Az APCI az 50. megújult könyvtára megyében. A szőlő minősége kiváló, a mennyiség 20%-kal kevesebb a hideg tél miatt a 3-as határhegyközségben. Jó estét kívánok, Lónyai Linda vagyok, a HOTV legfrissebb híreivel, szeptember 18-án hétfőn. Petrik Tamás Csemmő lovasa vicces nevű lován nyerte a 10. nemzeti vágta döntőjét vasárnap este a budapesti Hősök terén. Hevesváros lovasa is jól szerepelt, a középfutamon való indulás jogát is megszerezte Balatoni Nikolett, de a veszélyesnek ítélt esős pályán inkább nem kockáztatott, nem indult. Pedig jó esélye volt, hiszen ugyanolyan idővel végzett az előfutamon, mint a döntő győztese, a csemmői versenyző. Szoros volt a verseny, az utolsó pillanatban harcolta ki a továbbjutás jogát a szombati második előfutam mezőnyében Hevesváros versenyzője Balatoni Nikoletta nemzeti vágta fővárosi véghajrájában. Ahogy látják, szinte csak centiméterek döntöttek abban, ki lesz az előfutam győztese, végül Nikinek kedvezett a felkészültséggel vegyes szerencse. Elsők lettünk egy nagyon-nagyon szoros és nehéz küzdelemben. Több jó ló is volt a futamba, de sikerült első helyen végeznünk. A vasárnapi folytatás lehetőségét alaposan megnehezítette a szombati éjszakai esős idő. Éppen ezért hosszas mérlegelés után úgy döntöttek, nem engedik versenyezni a lovat, Michaelt, Mordájt, nehogy baja essen. Nagy szomorúságunkra rengeteg csapadék leesett szombat éjszaka, és néztük a pályát vasárnap délelőtt, és mi úgy ítéltük meg, hogy nem kockáztatjuk a saját és a lovaink épségét, és így ezáltal nem vállaltuk be, és nem indultunk el a versenyen. Dunakeszi Bálványos is például Zilsz lovasa is hasonlóan döntött, ezért léptek vissza ők is, tette hozzá Niki. Schweitzer Sándor heves polgármesterének értékelése szerint sajnálatos, hogy Niki a szombati kiváló szereplés után nem indult vasárnap a felázott pályán, de a biztonság is nyilvánvalóan fontos szempont lehetett a döntésben. Jövőre minden esetre újra indít lovast a város a nemzeti vágtán, tette hozzá a városvezető. Idén Petrik Tamás Csemő lovasa vicces nevű lován nyerte meg a 10. nemzeti vágta döntőjét a Hősök terén, egyébként ugyanolyan idővel robogott végig a pályán, mint Balatoni Nikolett az előfutamon. A látványos felvonulásokkal, bemutatókkal fűszerezett megméretetésen díjat adott át Szabó Zsolt államtitkár is. A díjkiosztó alkalmával Lázár Vilmos, a vágta elnöke úgy fogalmazott, az álom valóra vált, annak ellenére is, hogy az időjárás korán sem volt baráti. Ez a mese, ami a nemzeti vágta, ez a mese itt 10. alkalommal kelt életre. És nyilvánvalóan sokat beszéltünk az időjárásról az elmúlt napokban, a mai nap különösen, de szerintem erre is megvan a válasz. A Teremtő azért adott ilyen szélsőséges időjárást, hogy próbára tegye a nemzeti vágtát, próbára tegye mindenkit, hogy ilyen időjárási körülmények között is képesek vagyunk versenyezni. Lázár Vilmos hozzátette, az igazi hősei a megmérettetésnek ezeken a napokon a lovak és lovasaik voltak. Folyamatosak a könyvtár felújítások a térségben, csak az elmúlt hétvégén két könyvtár megújulását ünnepelték a települések. A Petőfi bányai mellett APCI bibliotékája is új eszközökkel, bútorokkal és könyvekkel gyarapodott, és elkészült a gyermeksarok is. A megye 50. felújított közkönyvtárát avatták fel APCON. A teljes könyvtári bútorzatot újra cserélték, egyedülálló módon egy játéksorok is várja a gyerekeket az olvasás megszeretetésére. A kultúra a település ütőere, ezért APCON ez egy kulcsterület, hangsúlyozta a település vezető. Tehát ezek a pályázatok önerősek, 89%-os az intenzitása, 3.100.000 forint volt a nyert összeg, ezt kiegészítette az önkormányzat saját erővel, illetve a festés, padlólapozás, villanyszerelés, ezek a munkálatok, illetve egy plusz helyiségnek a újra készítése, összenyitása a könyvtárral, ez szintén mintegy 600.000 forint volt, tehát összességében 4.100.000 forintba került ez a felújítás.
Tőzsérné Géci Andrea, a könyvállomány és a funkciók megújulásában aktív megyei könyvtár vezetője is üdvözölte a felújítást. Szabó Zsolt államtitkár térségi parlamenti képviselő a beruházás kapcsán pedig kifejtette, a könyvtárakon keresztül tudjuk tudatosítani gyermekeinkben a kultúra és az olvasás fontosságát. A mi választókerületünk az jól áll. Egyrészt a mai, ugye az 50. ilyen könyvtár által újján felújított, másrészt most már lassan valamennyi könyvtár fel lesz így újítva. Innen abszolút holnapi napon éppen Petőfi bányára megyünk hasonló pályázat ügyében. Együtt dolgozunk a megyei könyvtárral, a Bródy Sándor könyvtár, ugye ő cseréli a regényeket, a köteteket, ő hozza az új könyveket, és ezáltal mindig megfrissül egy könyvtár. Az APCI Művelődési Házban működő 67 éves intézményt Kovács Tiborné, az év megyei könyvtárosa vezeti, akit most külön köszöntöttek az elismerés kapcsán. Már javában tart a szüret, országosan zajlanak a szőlőbetakarítási munkálatok. A rózsaszentmártoni szőlőföldeken is dolgoznak a gépek és az emberek egyaránt. A szakértők szerint kiváló évjáratú az idei szőlő minősége, a termés átlag azonban 20%-kal marad el a tavalyi átlagtól. Itt éppen a szőlőszüretelő kombájn gyűjti be a cselszegi fűszeres szőlőt. Ennél a technológiánál a gép egy gyűjtőedénybe rázza a szemeket, ezért ennél az eljárásnál fontos a szemek érettsége is. Ám nem minden szőlőfajta alkalmas a gépi szüretre. A Riesling Silvani például inkább kézi szüretet igényel, és ebből van a legtöbb a 3-as határhegyközség területén. Ezek az asszonyok is azt szedik éppen, az idei szőlő minőségében kiváló, ám a hideg tél miatt a mennyiség a tavalyi alatt marad, mondta Nagy János, a 3-as határhegyközség elnöke. A fajták közötti fagytűrő képesség most megmutatkozott. Ilyen tekintetben összességében azt lehet mondani, hogy egy olyan 20-25%-kal kevesebb a szőlő, mint az elmúlt években. Ez főleg a fehér szőlőkre vonatkozik, illetve a korai illatos szőlőkre. Ilyen sajnos az írsai olivér is, amit előbb említettem, tehát őnála akár 40-50%-os terméskiesés is van. A későbbi érésű szőlők, sardoné, illetve a kék szőlők talán nem sérültek ilyen mértékben. Nem csak a hideg, hanem a nagy kánikula és az aszály sem tett jót az ültetvényeknek. A szüret időpontja is évről évre egyre korábbra tolódik, a változó időjárásnak megfelelően. Ráadásul a szőlő és borfogyasztók által kedvelt szőlőfajták is változnak. Az utóbbi pár évben a korai illatos szőlőfajták, mint például az írsai olivér, egy nagyon közkedvelt szőlőfajta lett, amiből nagyobb felületeket telepítenek a gazdák, és ehhez hasonló még a cserszegi fűszeres is. A megtelt konténert a hegyközség telephelyére viszik, ahol az előfeldolgozás is történik. A mérést követően vagy tovább értékesítik, például cefre formában, vagy ami mostanában gyakori, a borász személyesen nézi át, hogy mely termésből szeretne később bort készíteni, egyre több ugyanis a nagyipari feldolgozás helyett a kézműves borászkodás. Az utóbbi hónapokban mintegy 6500 korlátolt felelősségű társaság ellen indított eljárást a cégbíróság, mert a tavaszi határidőig nem emelték fel törzstőkéjüket 3 millió forintra. Ezek a cégek a megszüntetést kockáztatták, írja a Magyar Idők. Hamarosan a további vállalkozások is sorra kerülhetnek, mert augusztus végén még 21 000 Kft-nek volt kisebb a törzstőkéje az előírtnál. A legtöbb viharkár május és augusztus között történik Magyarországon. Idén nyáron a legtöbb kárt Zala, Vas, Győr-Moson, Sopron, Borsod, Békés, illetve Bács-Kiskun megyéből jelentették. Emellett Pest megyében és a fővárosban sérült meg a legtöbb ház, írta az Origón megjelentetett közleményében a biztosító szövetség. A szakemberek szerint egyre többször okoznak kárt szupercellák hazánkban is. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, friss híreinket keressék a 60online.hu-n, a viszontlátásra!
Kedden is erősen felhős lesz az ég, sokfelé számíthatunk esőre. Az északkeleti szél megélénkül, 14 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk. Szerdán és csütörtökön is marad a borongós idő, mindkét nap többfelé esővel. A szél fokozatosan megerősödik, csütörtökön már nagy területen lesz viharos, csak 15 fok körüli csúcsérték valószínű.